Üdvözlöm Önöket, Morvai Véter szerkesztő vagyok, és ez történt ma, mai adása híreink röviden. Olyan tervet eszelt ki Ukrajna, ami NATO országokat is belesodorhat a háborúba. Izrael már készül, küszöbön a totális háború a Hezbollah terrorszervezet ellen. Rejtélyes sérülés érte az orosz atomtenger alattjárót az amerikai partok közelében. Több mint 500-an veszítették életüket idén a mekkai zarándoklaton. Pedofília miatt lemondott egy texasi megagyülekezet vezető lelkésze, aki Trump tanácsadó testületének is a tagja volt. Most nézzük akkor híreinket részletesebben. Jake Sullivan, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója szerint a Washington által Kijevnek átadott F-16-os vadászgépeket ukrán területen fogják tárolni. Egyelőre nincsen arról szó, hogy ezek más NATO országok területéről dolgoznának. Ukrajna vezetése nagyjából egy hete jelentette be azt, hogy egyes NATO országok területén fogják tárolni azokat az F-16-os vadászbombázókat, amelyek nem teljesítenek aktív szolgálatot. Sullivan most hangsúlyozta, hogy Amerika és Ukrajna viszonylatában erről nincsen szó, a Washington által átadott F-16-osokat Ukrajnában kell elhelyezni. Arra a nemzetbiztonsági tanácsadó nem tért ki, hogy a dán, norvég vagy holland F-16-osokat a korábbi bejelentésnek megfelelően Romániában vagy Lengyelországban tárolják-e majd, vagy azonnal Ukrajnába kerülnek. Az első F-16-os vadászbombázók várhatóan idén állnak hadrendbe az ukrán légierőben. Nem kizárt, hogy idén csak 4 gépet tudnak az ukránok szolgálatba állítani. A napokban arról írtak amerikai lapok, hogy a pilóták kiképzése lassan halad. Az izraeli védelmi erők kedden közölték, hogy jóvá hagyták a Libanon déli részén készülő támadás tervezetét, és már lépéseket tettek a terepen az előkészületek felgyorsítására. A nap folyamán Izrael Katz, izraeli külügyminiszter azt üzente, hogy egy totális háborúban fogja megsemmisíteni Izrael a Hezbollahot. Megfigyelők aggodalmukat fejezték ki az izraeli-libanoni határ mentén kialakult kiélezett helyzet miatt, ami azután kezdett el ismét eszkalálódni, hogy a libanoni síita Hezbollah több mint 160 rakétát lőtt ki Izrael északi részére múlt héten szerdán délelőtt. Amikor washingtoni újságírók az IDF tervéről kérdezték, a Pentagon szóvivője Patrick Ryder vezérőrnagy azt mondta, nem fogok hipotézisekbe és találgatásokba bocsátkozni arról, hogy mi történhet, csak annyit mondhatok, hogy senki sem akar egy kiterjedtebb regionális háborút. Közben Izrael mellett Ciprust is megfenyegette a Hezbollah libanoni síita terrorszervezet vezetője a gázai övezeti háborúval, illetve az izraeli-libanoni határ menti konfliktussal kapcsolatban egy tévéműsorban. A konfliktus elmérgesedése esetén nem tartjuk magunkat semmiféle játékszabályhoz, jelentette ki Hassan Nasrallah. Ebben a helyzetben nem lehet kizárni erőink behatolását Izrael északi részébe, Galilea megrohamozása lehet az egyik verzió, tette hozzá. A Hezbollah vezető szerint ebben az esetben sehol semmi sem lesz biztonságban Izraelben a terrorszervezet rakétáitól és drónjaitól. Mint mondta, a Hezbollahnak van egy listája olyan célpontokról, amelyekre képes precíziós csapást mérni. Nasrallah most először megfenyegette Ciprust is, mondván a Hezbollah a háborúban részes félnek fogja tekinteni a szigetországot, ha engedélyezi Izraelnek repülőterei használatát Libanon elleni támadásokhoz. A terrorcsoport vezetője úgymond megbízható forrásokból származó információkra hivatkozva azt állította, hogy Izrael megpróbál hozzáférést szerezni a ciprusi légitámaszpontokhoz. Ebben az esetben katonai célpontokká válnak a földközi tengeri létesítmények, fűzte hozzá Nasrallah. Az orosz flotta büszkesége súlyos károkat szenvedett Kuba közelében a közös hadgyakorlat során. A Business Insider című szakportál számolt be arról, hogy a Kazán tenger alatt járó sérüléseket észleltek, többek között a páncélzat paneljai közül esett le több. Mint arról beszámoltunk, az orosz flotta 2 hete jelentette be azt, hogy nagyszabású gyakorlatra készül a Karib-tengeren, nem messze az Egyesült Államok partjaitól. Katonai szakértők a lapnak elmondták, hogy a sérülések nem feltétlenül befolyásolják a tenger alatt járó teljesítményét, de a felvételek alapján Oroszország egyik legújabb és legfejlettebb tenger alatt járója, amely most hagyta el Kubát, komoly károkat szenvedett. A sérüléseket elemezve Marian Marcus,
A Capgemini biztonságpolitikai tanácsadó cég vezető elemzője azt írta, hogy a tenger alatt járó hangszedő paneljei úgymond leestek a burkolat előső részéről. Markus szerint ez nagyon hangossá tenni a hajót a víz alatt, és veszélyeztetni a lopakodó képességeit. A szakértő felhívta a figyelmet a tenger alatt járó középső részén lévő tátongó lyukra is. Miközben dokkoltak, orosz búvárokat láttak a tenger alatt járó körül, akik feltehetően megpróbálták megjavítani a burkolatot, mondta. Más szakértők azonban nem látták ilyen súlyosnak a sérüléseket. Richard Kudjamin, Inglis, a chilei haditengerészet tartalékos tisztje a Business Insidernek elmondta, hogy a csempék rugalmas anyagból készülnek, és így könnyen meglazulhatnak, sőt, akár le is eshetnek. Inglis szerint a csempék nagy részének elvesztése megkönnyíteni a tenger alatt járó megtalálását, de a fotókon csak néhány csempe hiányzik, ami nem lenne elég ahhoz, hogy különbséget tegyen. Az orosz haditengerészeti hajók nem a legmodernebbek, és néha a karbantartással is gondok vannak, de ez nem jelenti azt, hogy valami katasztrofális dolog fog történni, mondta. A Kazan három orosz felszíni hajóval együtt hétfőn hagyta el a havannai kikötőt egy 5 napos hadgyakorlatot követően. A flotta következő célállomása nem világos, bár amerikai tisztviselők néhány napja azt mondták, hogy Venezuelában is megállhatnak. Az Egyesült Államok és nyugati szövetségesei évek óta aggódnak a viszonylag új Kazan osztályú tengeralattjárók miatt, arra hivatkozva, hogy ezek képesek szárazföldi és tengeri célpontokat támadni előzetes figyelmeztetés nélkül. Szakértők szerint az orosz flotta demonstráció célja az, hogy Moszkva jelezze, haditengerészete meg mindig képes globális műveletekre az Ukrajnával vívott háború során elszenvedett súlyos veszteségek ellenére. Legalább 550 ember meghalt a Mekka városába torkoló hajj zarándoklat során a nagy hőség miatt. A halottak közül 323-an egyiptomiak voltak, akiknek többsége a hőség okozta betegség miatt halt meg. A szaúd-arábiai városban a zarándoklat ideje alatt a hőmérséklet 51,8 Celsius fok volt árnyékban. Jól lehet, ez sem riasztott el a muszlimok hatalmas tömegeit attól, hogy részt vegyenek az éves vallási úton, amely az iszlám 5 pillérének az egyike. A hadzs nehéz feladat, erőfeszítéseket kell tenni, és még a hőség és a zsúfoltság körülményei között is el kell végezni a rituálékat, nyilatkozta egy egyiptomi zarándok. A Sky News beszámolója szerint a zarándokok esernyőkkel igyekeznek védekezni a nap ellen, a szaúdi hatóságok pedig figyelmeztették a zarándokokat, hogy igyanak sok vizet, és a legmelegebb órákban délelőtt 11 és délután 3 óra között ne tartózkodjanak a szabadban. A jelentések szerint tavaly mintegy 240 ember halt meg a zarándoklat során. Lemondott a texasi Gateway Church megagyülekezett pásztora, miután egy nő azzal állt a nyilvánosság elé, hogy a férfi az 1980-as években több alkalommal szexuálisan zaklatta őt 12 éves korától fogva. A Gateway tanácsa kedden közleményben tudatta azt, hogy elfogadta Robert Morris alapítóvezető lelkész lemondását. A Gateway Church gyülekezet, tehát Morris 2000-ben alapította, és hétvégi istentiszteletein több helyszínen együttesen több mint 100 000 ember szokott részt venni. Morris az egyházi élet mellett a politikában is igen aktív. Többek között ő is tagja volt Donald Trump volt elnök evangéliumi tanácsadó testületének. A Gateway Church 2020-ban vendégül is látta Trumpot a Dallasi kampuszán, ahol megbeszéléseket tartottak. A súlyos állításokat megfogalmazó 54 éves nő, Cindy Clemenshire, a Dallas Morning News-nak adott interjújában elmondta, hogy 1981-ben találkozott Morrisszal, amikor a férfi vándor prédikátorként szolgált a családja oklahomai gyülekezetében. Mint arról beszámolt, Morris feleségével és kisfiával együtt igen közeli kapcsolatba kerültek a nő családjával, olyannyira, hogy volt, hogy a családnál laktak. 1982-ben történt az, hogy egyszer a férfi megkérte, menjen el vele a szobájába, és azt mondta neki, hogy feküdjön az ágyára, majd fogdosni kezdte. Ekkor kezdődött a sorozatos szexuális zaklatás, amely 4,5 éven át tartott. Amikor a The Christian Post a vádakról kérdezte, Morris elmondta, hogy amikor a 20-as évei elején járt, úgymond helytelen szexuális magatartást tanúsított egy fiatal hölgy irányába egy otthonban, ahol tartózkodott. Csókolózás és simogatás volt, nem pedig közösülés, de ez helytelen volt, közölte Robert,
és hozzátette, hogy a zaklatás a következő néhány évben is többször is megismétlődött. Ez volt tehát az Ez történt ma mai adása. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, szép estét kívánok, és találkozunk a legközelebb is.